Na sziasztok! Újabb epizóddal jelentkezem itt a Forma 1-es karrier módból, most már nem sokára vége lesz a második évadunknak. És őszintén szóval már nagyon várom, hogy elkezdjük a harmadikat, mert ebben ugye már semmi eső nincsen a VB címre, a harmadik helyet pedig gyakorlatilag már az előző futamon megszereztük a japán végeredménnyel. Hát nyilván még elveszíthetjük, hiszen pont egállal vettük át a harmadik helyet, de tulajdonképpen utolértük azokat, akiket lehet érni. Innentől már csak őket magunk mögött kell tartani, a Ferrari pedig olyan szinten marha messze vannak, hogy őket nem fogom... Tehát gyakorlatilag szerintem a matematikailag sincsen esélyem, bár lehet, hogy most még van. Minden esetre nézzük meg ezt a mexikói futamot, borzasztóan sikerült az első kanyar kombináció. Nagyon elgondolkodtam, hogy egyáltalán megmutassam ezt a gyors kört, mert pocsék lett. Vagy három helyen el kellett volna ott venni tőlem a kört. De az az igazság, hogy bizony lassú is volt. Úgy lecsúsztam az első kanyarról, hogy onnantól borzasztó volt a kombináció többi része. Nagyon nem vagyok rá büszke, nagyon rossz volt. A pálya többi részével annyira nincsen probléma. Ott az első féktávot nagyon meg kell találni, és őszintén szóval nem gyakoroltam eleget. Itt a úristen, ez is de ronda volt. Itt a pályára, tehát látszik is rajta, hogy a futam közben kezdem el megszokni, hogy vannak az ívek újra. És egyébként pont itt volt a liga futam is a hétvégén, úgyhogy nagyon jó volt, hogy ezt nem sokkal előtt egyébként megcsináltam a karrierben. De tényleg, tehát itt ez kb. A nem tudom, hanyadik köröm. Már annyira nem is veszem komolyan a szabad edzéseket sem, tehát nem csinálom végig a programokat, mert baromi jó a kocsi, meg mindjárt vége az évnek. És épp ezért sikerült így az időmérő. Ahogy önmagában véve amúgy nem olyan rossz, tehát egy tizedre vagyok csak a pole pozíciótól. Meglepően jó az idő, de tényleg nagyon nem vagyok büszke a körre. Viszont én negyedik helyre estem vissza, tehát beugrott közém a két Ferrari, és Weber megint pole pozíciót szerzett, hogy már nem tudom hanyatszor megver az időmérőkön, ami azért annyira nem jó dolog. Itt láthatjátok, hogy a harmadik helyen már jelenleg is én állok, viszont ilyen rohadt messze vagyok a Ferrariktól. És ugye Leclerc vezeti a világbajnokságot, ő nyerte az előző két futamot, tehát sikerült ugye megverni engem Oroszországban, Japánban pedig ugye hát én a fasorban sem voltam, úgyhogy ott azt nagyon simán meg tudta nyerni, ugye a Weber és Vettel akadtak össze. Nézzük a rajtot itt. Kíváncsi vagyok, hogy Leclerc tud-e mesterhármas szerezni, vagy esetleg nekünk sikerül végre Renault-val újra diadalmaskodni. A Webernek még mindig nincsen egyetlen egy győzelme sem, már sokadik pole pozíciója ez, de még egyszer sem sikerült győznie. Elég jól sikerül a rajt, aztán itt kicsit megtol a féktávon Leclerc. Nem akartam nagyon bevetődni, próbáltam egy óvatos féktávot venni, emiatt belém torpedozott hátulról a Ferrari. Innentől kezdve pedig, mint egy ilyen dominó, kerültem itt be a levesbe, meg a darálóba. És végül is nagyon jól jöttem ki, nekem semmi nem tört le. Leclerc szerintem ezzel nincs ugyanígy. Ezen a kanyarra kicsit lecsúszok. Mellém kerül Weber. Vigyázok, hogy ne autózzon körbe. Sikerült tulajdonképpen az első helyre felrajtolni, ami több mint jó. A negyedik helyről indulva, de abszolút nem így terveztem azt az első kanyart, és gyakorlatilag belögtek itt az egészbe, de nézzük meg ez kívülről is, hogy történt. Leclercnek biztos, hogy benne maradt így a szárnyából egy darab, ami eléggé kellemetlen lesz neki a futam hátra levő részében. Ez Vettel előtt lesz egy nagy lehetőség. Nagyon jól sikerül, Leclerc nem rajtol olyan jól, emiatt óriási szárnyékot tudok rajta fogni. Aztán itt még bebújok ugye Weber szárnyékába, és jövök ki. És bizony megkaptam a tockost hátulról egy kis lökést Webertől, és úgy huppantam be Webertől, tehát Leclerctől. És aztán Webernek le kellett vágni a kanyart miattam. Na várj, ezt nézzük meg Leclercéből, hogy neki hogy nézett ez ki. Ő eljön, kicsit beragad, lassabban gyorsul, nyúlik el ott balra Weber, az már látszik. És valahol megérkezem mindjárt a tükörben, már látszottam. Igen, ott Vettel is kibújik, ezért nekem óriási szárnyékon marad, itt bejövök, és hát lehet, hogy én fékeztem hamar, de akkor is belettem lökve, és ott látszik, ahogy Leclercnek le hullik, átmegy a Ferrarián az alkatrész. Hát az első szárny, ez nem lesz fullos innentől, az egészen biztos. Az első kör végén vagyunk, hát eddig jó. Leggyorsabb kör, zseniális, hiszen én értem elsőnek körbe a futamon. De Weber nagyon itt van mögöttem. És úgy vagyok vele, hogy ő lehet, hogy rosszabb lesz a tempóm nála, és hogyha mondjuk Vettel-el kell viaskodnom, akkor nehogy az legyen már a végé, hogy itt a két technó szórakozik, és Vettel diadalmaskodik, hogy akkor hadd menjen Weber, én majd leszek itt Vettel-el, de legalább Renault-s győzelem legyen itt a végén, és az egyéni pontversenyem úr is tök mindegy. És ha Vettel-el meg kell vívni, akkor ezt én megoldom. Úgyhogy így elmegy Weber,
második körben vagyunk, túl sok minden még nem telt el, és itt próbálok hátrafelé nézegetni, hogy Leclerc mennyire esett hátra, már most Verstappen mögött van, és itt föltart egy egész sort, úgyhogy kemény futama lesz. Hatodik körben vagyunk, gyakorlatilag semmi nem történik. Azt láthatjuk, hogy mögöttünk Albon és Vettel vívnak a harmadik helyet, de jelentősen lemaradva tőlünk, a két Renault-nak sokkal jobb a tempója, mint az összes többi autónak a pályán. De valami eszméletlen sokkal jobb, sehol nincsenek, most mögöttem valami sárga zászló, és Vettel kiesik. Ó, hát akkor erről ennyit. Itt volt a nagy lehetőség előtte, hogy akkor most visszajön megelőzze Leclercet, aki folyamatosan esik hátra, már kb. A nyolcadik helyen van, vagy annál is hátrébb, és végre megelőzi Albont újra a harmadik helyért, erre elfüstöl az autója. Nagyon nincsen szerencse itt a második fél évben a németnek. Ki kell állnia itt a versenyből. Hát itt lehet, hogy egyik felelő sem fog pontot szerezni így. Ettől függetlenül nem lehet őket utolérni, olyan szinten messze vannak, de ez így Vettelnek óriási érvágás, itt simán hozhatott volna. Nagyon kemény pontokat, akár átvehette volna a vezetés a VB-n szerintem. Hát így nem fogja. A 13. körre ugrottunk, mert borzasztóan semmi nem történik. Láthatjátok, hogy senki nincs mögöttem, sehol, nagyon messze van mindenki. Ugye Weber most ment ki a boxba, nyilván kimentek a többiek is már sokan a boxba. De a 15. körben, amikor én kimegyek és majd visszajövök, akkor látni fogjátok, hogy tényleg gyakorlatilag mindenki roppant messze van. Ami viszont érdekes, hogy majdnem mindenki két kiállásoson van. De nem elég, hogy le vannak maradva, két kiállásoson vannak. Úgyhogy piros-sárga-sárga, amit ők csinálnak. Weber megpróbálja egy piros-fehérrel. Én meg úgy döntöttem, hogy megpróbálom egy piros-sárgával, ami hát nem biztos, hogy végig fogja bírni. De ha már 15 kört el tudtam jönni a pirossal, bár az utolsó kettő nagyon szenvedős volt, akkor hátha kibírja a sárga végig azt a 21-et, ami még hátra van. Hát tudja a fene. De látjátok, iszonyatosan messze vannak mögöttünk, és mondom, Albon még megy ki a boxba. Weberre pedig azért folyamatosan közeledem, már csak 4,6 másodperc a hátrány, és ugye majdnem 8-ról indult, az nem kérdés, hogy utol fogom érni. Ez a kérdés, hogy végig fogja bírni a kocsim ebben a tempóban, nem fogja elkapni nagyon az a sárga papucs. 17 másodpercről mögöttem Albon, Weber már 2-n belül van hozzám képest, és Albon még megy ki a boxba. Ez nagyon érdekes. 14%-on vannak a gumik, van még hát a 14 kör. Én azt mondom, hogy ezt végig kell bírniuk, és hogy jól döntöttem. Bevállaltam ezt a kockázatot, ugye senki más nem csinál, csak én. Majdnem, őszintén szóval szerintem mindenki a Renault-on kívül két kiálláson van, csak mi vagyunk egy kiálláson, és Weberhez képest még azt is bemertem vállalni, hogy az egyik kiállás, vagy az egyik etap az a sárga legyen. Úgyhogy valami hihetetlen gumifelhasználási előny bekerült itt a csapat erre a futamra. Kenterbe vertük a mezőnyt. Egyszer nem volt még ilyen egész évben, elképesztő. Most már csak az a kérdés, hogy melyikünk nyer. Viszont nem vagyok lényegesen gyorsabb Webernél egy egyenesben. Tehát utolértem tempóból, a kanyarokban jobban tapad a gumim és gyorsabb vagyok. De DRS ide vagy oda, overtake ide vagy oda, alig bírok fölmászni mögé. Ez így nem lesz azért olyan könnyű szülés, mint gondoltam. Az utolérés az megvan. És hát van azért rá bő 12 köröm, hogy itt megpróbálkozzam, azért csúszik az a gumi. Lila első szektor, nyilván hiszen nyithattam a DRS, utána pedig egy kicsit föltartott, ezért piros a középső. Érkezünk a 25. kör elejére, 7 tized a hátrány. Innen nyitunk DRS-t. Ez viszont így nagyon messze van még. Viszont a második DRS zónához eléggé közel szívhatom magam. Így van. Jön a jobbos. Jön a balos. Jön még egy jobb, sokkal simább, tehát hogyha összehasonlítjátok az időmérős körömmel, ez már nem tudom, már bennem van vagy 35 kör eddigre, és így már sokkal jobban érzem a ritmusát a pályának. Viszont Weber ritmusát annyira még nem érzem. Jó, hogy nem mentem bele. Valahogy úgy éreztem, hogy később fog fékezni, de neki rövidebb vagy más volt a fékútja, mint ahogy én számoltam, úgyhogy majdnem belefutottam. Mindegy, a kör végére persze megint utolértem, tehát egyértelműen így jobb lett a tempom. Ami furcsa, hogy azonos gumikeverékenül lerázott engem vagy 6 másodperccel, szóval ő lett volna a jobb tempó, ő lett volna a jobb tempó, ő lett volna ez a futam abszolút, de bevállaltam ezt a kockázatos taktikát, és így be tudok bújni mellé, nem mertem mélyre engedni. És így talán van esélyem megverni őt, annak ellenére, hogy tulajdonképpen alul maradtam egész futamon hozzá képest. De ez az előny, ez most nagyon az enyém, ezt ki kell használni, és most nem fogok, most nem leszek kesztyűs kézzel. Itt betesszük, igen, ott megvan ez most, igen, ott van még belül a másik Renault, de már nem.
De már nem. A 26. körben átvettük a vezetést, és ezt nem fogom kiengedni a kezemből. Egyetlen kérdés van, kibírják-e a gumik, de... igazából már talán az sem kérdés. Ki fogják bírni? Ki kell, hogy bírják? Jövünk a 26. kör végére. Azért Weber itt van még mögöttem, úgyhogy nagyon nem lenne jó, hogyha ő ezt izomból visszanyomná és megelőzne ugyanígy a DRS-ben, hogy én őt. Ő is 7 tizedre van tőlem. Ugye amikor megelőztem, akkor kevesebb, mint 6 tized volt a hátrányom, úgyhogy ez a 7 ez sok, főleg így, hogy nem jön be meg én a szélárnyékba. Ugye ez így egyelőre rendben van. Ugye nyilván van még egy DRS zóna. Ha erről lecsúszom, akkor meg az pláne nem jó. Mennyire lehet most itt Weber mögöttem? Elég messze. Ez innen rendben lesz. Előttem pedig azért van néhány körözött. Ugye mindenki két kiálláson van, úgyhogy iszonyatosan sok mindenkit utolérünk így a pályán. 19-en vagyunk, ugye már csak versenyben hiszen Vettel kiesett, de rengeteg embert utolérünk itt most. A 27. körben vagyunk, és abban tudok még bízni, hogy ahogy itt átmegyek az embereken, hát ha egy kicsit beragad majd Weber, és akkor sikerül egy kis előnyhöz hozzájutnom, és akkor teljesen megnyugodhatok itt az élem. Rengeteg mindenkit utolérünk. Ez hihetetlen. Kviat az első, akit lekörözünk. Tök jó, és itt egyszerre hármat is megfogunk, mert Kubica és Hülkenberg is megvan, hiszen ők mindannyian kicsit leléptek a gázról. Így Kviat megelőzte mindkettőjüket, ami kicsit fura. Viszont átmentem mind a hármon, tettem három autót Weber és önmagam közé, kicsit meg is csúszott ott ezen a kigyorsításon a kocsim. Weber egyen már átment, de itt most elég rossz szakaszon fogja utolérni a többit, úgyhogy tényleg egy kicsit elszakadhatok, majdnem 2 másodperc már most az előnyöm. Haladunk itt a 29. kör felé, valami sárga zászló van mögöttem. Na mi van, Weber is lerobbant? Az lesz még itt a poén, hogyha mindenki lerobban, Vettel is, Weber is, és aztán 100 km-re nyerem a versenyt. Albon amúgy 35 másodpercre van mögöttünk. Na mi van? Ja nem, csak Kubica. Jó, akkor nem Weber robbant, hanem Kubica, de az is elég komoly. Na, láthatjátok itt ezt a részét a pályának, hogy azért meg tudom én ezt csinálni, nem vagyok olyan béna, mint az időmérőn, csak... hát az tényleg rettenetes volt. Kivágjam? Most már jókor kérdezem, hogy a fönn van a videó, most már nem vágom ki. Na itt viszont mindenkit utolérünk, még megvan Giovinazzi. 31. körben, 32. körben megvan Stroll. Aztán elmegyünk, mit tudom én, talán Ricardo mellett, Raikkonen. Bottas, Gasly, ők is egymást előzik és úgy megyek el mellettük. Már ha Bottas hajlandó elengedni, már a 11. helyezetet érem utol. Nagyon durva. 50%-os versenyen vagyunk. 34. kör, még megnézzük még egyszer a gumiszintet. 30 akárhány százalék, szóval nagyon rendben van. Van még hátra 2,5 kör. Weber retkesül messze van itt a körözések miatt. Meg úgy egyáltalában is valahogy nem tudom, lemaradt. 13 másodperc előnye van. 13 másodperc, az már egy fél kiállás. Az rengeteg. Itt még Magnussen majdnem telibe verem az utolsó körben. De... itt van a jó kis mexikói zászló, amit betudhatunk akár magyarnak és a színek miatt. És befutunk itt az utolsó kanyar jön még, Magnussen nem tudom mit akar, de elengedem itt még a végén, hadd menjen még egy kört, ha ennyire szeretne. És megnyertük a mexikói nagydíjat. Hát gyerekek, én nem is tudom mit mondjak, olyan szinten levertük itt a mezőnyt, hogy az nem igaz. Én nem tudom, hogy ez lesz a tendencia a következő futamokon vagy sem, ugye eddig hasonló sem volt, tehát nem az, hogy nem, tehát igen, jó autó volt a Renault eddig is, de ez valami brutális. Hát 40 másodperccel megvertük a harmadik helyezettet, oké, mind a két Ferrari kicsit tönkrevágta a saját futamát, ugye Vettel teljesen kiesett, Leclerc pedig ugye kellett egy száncsere, ugye az 5. helyig végül is visszamászott Charles Leclerc, de majdnem 1 perc lemaradásban tőlünk. Brutális. Én nem is tudom, mit mondjak. Itt van egyébként a VB állása, már matematikailag sem lehetek világbajnok, de a harmadik helyet biztos, hogy megszerzem, szerintem Weber föl fog jönni a negyediknek. Leclerc pedig ugye még jobban megnövelte az előnyét. Na mindegy, én ezekkel a képsorokkal búcsúzom tőletek, srácok. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Várok mindenkit vissza a következő részre, még 3 futam van ebből az évből, aztán új szezon, és csapatjuk a VB címért. Legyetek jók, sziasztok!